Kezdődik az este, a Magyar Televízió hírmagazinja. A műsorvezető Baló György. Az államfő szerint morális válság van Magyarországon, de alkotmányos eszközök hiányában Sólyom László nem szólította fel lemondásra Gyurcsány Ferencet. Tüntetések országszerte, már vidéken is utcára vonulnak a tiltakozók, a miniszterelnök lemondását követelik. Rendbontás nem volt. Közvélemény a hazugságról. Az este által megrendelt kutatás szerint a rendszerváltás óta eltelt 16 év politikai elitje hazudott az országnak. Az első egy és egy negyed nap összefoglaló, áttekintés, háttér, reakciók, majd két politikus és egy politológus, Gyurcsány Ferenc egy májusi beszédének úgy 30 órája profi és hatékony szervezéssel nyilvánosságra került hangfelvételéről az estében. Jó estét kívánok, sűrű este lesz, tömörség ajánlott. Az országszerte zajló tüntetések közül megpróbáljuk kollégánkat élőben kapcsolni a Kossuth térről. Bemutatunk egy ma készült felmérést a felvétellel kapcsolatos véleményekről, és meghívtuk Navracsis Tibort, a Fidesz frakcióvezetőjét, és Juhász Ferencet, az MSZP alelnökét. A politikusok után Török Gábor politológus elemzi a történteket, de először hírek. Az államfő szerint morális válság van az országban a miniszterelnök májusi beszédének nyilvánosságra kerülése nyomán. Sólyom László úgy látja, hogy oda a demokrácia, ha a választási ígéretek semmire sem köteleznek. Mindazonáltal nem szólította fel lemondásra Gyurcsány Ferencet a köztársasági elnök. További részletek az estében. Kovács Tamás katonai főügyész jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök Sólyom László. A jelöltet a Sándor palotában mutatta be a parlamenti pártok frakcióvezetőinek, akiknek nem volt ellenvetésük. Elsősorban az energiáról és a Magyarországon tervezett gáztározóról tárgyalt a magyar miniszterelnök és az orosz elnök. Gyurcsány Ferenc egynapos munkalátogatást tett Szocsiban Vlagyimir Putyin fekete-tengeri rezidenciáján. A tárgyalások után a szakminiszterek aláírták a két ország közötti új élelmiszeripari keretmegállapodást. Hiába kért bocsánatot a pápa a Regensburgi beszédében idézett szöveg miatt, a muszlim világban továbbra is tüntetnek ellene. Indiától a gázai övezetig számos helyen voltak ma is megmozdulások. A muszlim hittudósok világszövetségének elnöke péntekre békés tiltakozásra szólított fel. Szerdától ismét csökken az üzemanyagok lista ára. A benzinliteréért 7, a gázolajért pedig 10 forinttal kell majd kevesebbet fizetni. Az árak kutanként eltérőek lehetnek. 24 órája tüntetnek a parlament előtt, Fekete Norbert többször is ott járt ma. Ismét több ezres a tömeg az országgyűlés épülete előtt. A több mint 24 órája tartó tüntetés résztvevői és szónokai folyamatosan a kormány lemondását követelik. A magyarság az erkölcsi megsemmisülés áll! A spontán demonstráció tegnap este 8 óra körül kezdődött. A miniszterelnök néhány hónappal ezelőtt rögzített, de csak most nyilvánosságra került beszéde miatt. Nincs a hölgyeknél szentek vagy TNT. Rendszerváltást akarunk! Rendszerváltást akarunk! Ma reggelre néhány száz fősre olvadt a tömeg. Nappal leginkább a piknik hangulat volt a jellemző. Sokan jöttek gyerekekkel, és délelőtt már az árusok is megjelentek. Arra kérünk benneteket! Vigyeljétek az ökrünket! A rendezvénynek vezérszónoka nem volt, mindenki elmondhatta a véleményét, ha ki tudta várni a sorát. Másfél hónappal ezelőtt írtam egy beszédet, leírtam egy pár szor. A résztvevők egy része 1956-hoz hasonlította a kialakult helyzetet. Nem mindenki szereti a baloldali értékeket, csak még azt nem mondták meg mi az, mert mi tudjuk, az akasztófa kötele a megtöltött temető. Történelmi pillanat, amikor megint nagyját ejtjük a magyar.
A délutáni eső elálltával ismét egyre többen gyülekeztek a Kossuth tér 2-es szám előtt. Magadoznak össze-vissza. Na itt is lépünk. Persze. Persze, félnek. A miénk, mint ahogy a Magyar Televízió is, és a Magyar Rádió is. A provokációra készül bizonyos politikai erő. A parlament előtt most 10 óra után majdnem 6 perccel is tüntetnek, ott van ugyancsak 24 óráig Mózer Zoltán kollégám, ha igaz, telefonon halljuk egymást. Zoli, jó estét, hallasz? Nem. Na még egyszer, Zoli, hallasz, jó estét? Jó estét, igen, hallasz, elnézést, nagyon fakadodik a vonal itt a Kossuth téren. Még mindig elég sokan vannak, több ezer ember lehet itt a zuhogó eső ellenére, bár abban állapodtak meg, hogy most hazamennek, azzal a kikötéssel, hogy azért valaki mindig marad itt, és holnap délelőtt 10 órától folytatják majd a tüntetést. Voltak egyébként kisebb-nagyobb rendbontások, 2 személyt állítottak elő a rendőrök, az egyiküket rendzavarás, a másikukat pedig hivatalos személy elleni erőszak miatt, és bedobtak a kordonon belülre a tüntetők egy pirotechnikai eszközt is, egy görög tüzet. Jó, gondolom a többiről ma valamelyik hajnali híradóban hallunk tőled. Köszönjük, jó éjszakázást! Természetesen a magyar politikai élet minden szereplője reagált a májusi felvételre, László Pál összeállítása. A Fidesz és a KDNP a köztársasági elnöktől várta ma a megoldást kora délután. Solyom László azonban nem szólította fel lemondást a Gyurcsány Ferencet. Tisztázni kívánom, hogy a köztársasági elnöknek az alkotmány erre a helyzetre nem ad közjogi beavatkozási lehetőséget. Solyom László rövid nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a kiszivárgott beszéd morális válságot okozott Magyarországon, és a miniszterelnök nyilatkozatai ezt a válságot csak fokozták. Semmilyen cél nem igazolhatja, hogy bárki a demokráciába vetett bizalmat kockáztassa, még kevésbé, hogy ezt tudatosan, sőt büszkén tegye. Ennek nyilvános elismerését várom a kormányfőtől. A miniszterelnök Szocsiból hazaérve egyenesen az MSZP esti frakcióülésére sietett, ahol a Magyar Televízió kérdésére egyelőre nem kívánta kommentálni a köztársasági elnök szavait. Az elnök úr mondatait el fogom olvasni, végig fogom gondolni, és a rendelkezésre fogok állni ebben az ügyben. A Fidesz szerint válságba került a magyar demokrácia. A párt frakcióvezetője a KDNP frakcióvezetőjével egyetértésben úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök ahelyett, hogy bocsánatot kérne, megpróbál besározni mindenkit. Gyurcsány Ferencen túlléptek az események. Gyurcsány Ferenc a jelenleg kialakult helyzetben nem a megoldás, hanem a probléma része. Gyurcsány Ferenc a magyar politika nem kívánatos személyévé vált. A szocialisták délután szinte a teljes elnökséget felvonultatva demonstrálták, hogy kiállnak a miniszterelnökért. A parlamenti többség bizalmat szavazott Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek, és semmilyen megingás ebben nincs. A Magyar Köztársaság miniszterelnöke Gyurcsány Ferenc, és a szükséges támogatást a parlamenti többség, a Magyar Szocialista Párt frakciója és a Szabad Demokraták Szövetségének frakciója a továbbiakban is biztosítja. A Szabad Demokraták elnöke jelezte, hogy sem a beszéd tartalmával, sem a stílusával nem ért egyet. Ennek ellenére a reformok folytatását nevezte a legfontosabbnak. A Szabad Demokraták Szövetségének következetesen ki kell tartania a koalíciós megállapodás és a kormányprogram mögött, egészen addig, amíg a különböző reformfolyamatok működnek, és amíg a különböző területeken a szükséges átalakítások végrehajtására van esély. A legkisebb ellenzéki párt elnöke a párt választási ígéreteit tartalmazó fal előtt szólította fel lemondásra a miniszterelnököt. Nem irányíthatja tovább az országot egy olyan miniszterelnök, aki a nyilvánosság előtt vállalja, hogy lekurvázza a saját hazáját. Nem irányíthatja tovább azt az országot egy olyan ember, aki a nyilvánosság előtt elismeri, hogy a hatalom megszerzése és megtartása érdekében semmilyen hazugságtól nem riadt vissza. A két nagypárt, a Fidesz és az MSZP frakciója egy időben és egy házban, a képviselői irodaházban vitatta meg a kialakult helyzetet. A Fidesz vezetői először biztosították szolidaritásukról a Kossuth téren tüntetőket, és arra figyelmeztettek, hogy biztos információik vannak arról, hogy rövidesen kormánypárti provokátorok érkeznek a parlament elé. A miniszterelnök a frakciülés után válaszolt Solyom László korábbi kérésére. Egyetértek azzal, hogy
A demokrácia intézményeinek, szabálynak, normáinak megerősítése és a közbizalom helyreállítása a legfontosabb. Egyetértek azzal, hogy ebben mindenkinek a maga felelőssége szerint kell cselekednie. A frakciülést bizalmi szavazás zárta, amelyen a miniszterelnököt a szocialista frakció egyhangúan megerősítette posztján. Az este arra volt kíváncsi, mit gondolnak mindenről a választópolgárok, a népszabadsággal együtt voltunk erre kíváncsiak. A Sonda Ipsos telefonos felmérése ma, késő délután, kora este. 500 embert kérdeztek, akik az ország felnőtt népességét reprezentálják. A felmérés hiba határa 4-4-es százalék. Műsorunk további részében folyamatosan bemutatunk egyet-egyet az összesen 8 kérdésre adott válaszok közül. Egyet most, a kérdés. Mi a vélemény a miniszterelnök magyarázatáról? Bocsánatot kérek, nem ezt mutatjuk be, de ez nem baj. Mást mutatunk be. Ha a kollégák megmutatják, akkor elmondom, hogy mit mutatunk most be. Nem baj, majd később bemutatjuk, elnézésüket kérjük, ez a mi hibánk. Erre adott esetben visszatérünk. Igen, itt van, hogy a nyilvánosságra került beszédben Gyurcsány Ferenc saját kormányzati időszakáról is kritikusan nyilatkozott. Elismerte, hogy a választás előtti másfél évben hazudtak. Ön szerint a miniszterelnöknek le kellene mondania, hiszen elismerte, hogy hazudott, vagy nem kellene lemondania, mert minden politikus hazudik. Le kellene mondania, hiszen elismerte, hogy hazudott, mondja a válaszolók 43%-a. Nem kellene lemondania, mert minden politikus hazudik, mondja 47%. Értelemszerűen a maradék 10% vagy nem tudja, vagy nem válaszolt erre a kérdésre. Az este vendége Navracsics Tibor, jó estét kívánok, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, és Juhász Ferenc Zalánszky elnök javaslója. Mind a kettőnktől van két-két gyors külön kérdésem, jó? Frakcióvezető úr, ön mikor értesült mindenről? Én tegnap délután 4 óra körül, azt hiszem, amikor nyilvánosságra került a hangfelvétel. Azon érdemes foglalkozni, hogy ez hogyan vagy kiszivárogtatta ki? Nekem nem. Jelen pillanatban nem. Később elemzői munkásságom során majd elképzelhető, de most jelen pillanatban. Mi volt a frakcióülésen ma? Hát a frakcióülésen beszámoltunk a frakciónak az elmúlt másfél nap eseményeiről, hiszen eseménydús másfél nap volt, és megvitattuk, hogy merre tovább, hogyan tovább, hogyan juthatunk tovább. Az elnökség döntéseiről beszámoltam a frakciónak, és jóvá hagyattam a frakcióval. Fontos egyrészt a képviselők a frakcióban értesülve legyenek, másrészt pedig az egész országot tudják ezáltal informálni, hogyha hazamennek a választókerületükbe, és elmondják a választóknak. De hogy hogyan tovább, mert rögtön engedelővel visszatérünk. Alelnök úr, mikor értesült el? Tegnap délután a Magyar Rádió hívott föl, és kérdezte, hogy meghallgatnék egy rögzített felvételt, és meghallgattam. Gyakorlatilag az volt az első alkalom, amikor szembesültem. És mit tervezett? Mire gondol? Őszintén szóval arra, amire most is gondolok, hogy ez egy egészen jól előkészített forgatókönyv szerint zajló esemény, ami független tőlünk, de hát részesei vagyunk, hiszen egy családi beszélgetés intim részleteit próbálják most úgy beállítani. És találkozott már olyan emberrel, aki nem azt mondta önnek, hogy ez valószínűleg az MSZP csinálta, vagy MSZP-hez közeli körök csináltak ezt a kizárólagot? Hogyne, teljesen. Igen? Természetesen. Akik azt mondják, hogy az ellenzék. Ebben a pillanatban nyilván az események olyan gyorsan jönnek, hogy egy szocialista párti zárt rendezvényről kiszivárgó információ evidensen azt a választ hozza, hogy belülről, de nem belülről érkezett, ebben egész biztos vagyok, és nem is fogjuk kutatni ezt belülről, mert én ott voltam az ülésen. Sok minden más történt ott, mert előbb utóbb nyilván, aki ezt a hangfelvételt összeszedte, annak a hangfelvétel hátra, vagy többi része is megvan nyilván. Én is azt gondolom, és remélem is, hogy nyilvánosságra kerül, akkor ki fog derülni az, hogy ez nem egy beszéd volt, hanem egy összefoglaló, egy vitát követő összefoglaló, amelyben a miniszterelnök nagy szenvedéllyel győzködte a frakciót a tekintetben, hogy miért kell más politikát csinálni. Szeretném emlékeztetni azért a nézőket és önöket is, hogy május 26, még nincs kormány, a frakció alakuló ülése ez, amikor merre haladjunk kérdést kellett föltenni. Igen. És erre gyakorlatilag egy nagyon markáns választ. Most azért viccel a elnök úr, ugye? Miért viccelni? Nem azt hangzott el, hogy másfél-két évig hazudtunk, 4 évig nem csináltunk semmit, nem folytattunk kormányzást, nem maradt semmi maradandó. Itt nem arról volt szó, hogy merre felé, hogyan tovább. Arról volt szó, hogy lelepleződött egy hazug politika. 4 éven keresztül önök nem tettek semmit, és ezt másfél-két éven keresztül hazugsággal leplezték. És hozzáteszem, Gyurcsány Ferenc azóta is folyamatosan hazudik. Megpróbálta a 16 év politikai elitjére áttenni a felelősséget, mire a köztársasági elnök úr is felszólított, hogy kérjen érte bocsánatot. Sőt, apróság, de most itt szerepelt, hogy a köztársasági elnök úrra úgy reagált itt a Fehérház előtt, a képviselőirodaház előtt, hogy előbb elolvassa
a köztársasági elnök úr nyilatkozatát. Szeretném közölni, hogy már azt megelőzően, jóval a repülőgépen hazafelé jövett Szocsiból már egyszer reagált, amikor elmondta, hogy teljesen egyetért a köztársasági elnökkel, ezek szerint úgy, hogy akkor még nem olvasta a köztársasági elnök nyilatkozatát. Időtisztelettel szeretném kérni, hogy engedjen reagálási lehetőséget. Hát persze, nem egy, öt mondatra nem fog félbeszélni. Én is egyetértek ezzel. Azt gondolom, hogy a frakcióvezető úr előveszi a fiókjából, vagy valami kollégája fiókjából az összes többi felvételt, ami még most ebben a pillanatban is nyilvánosság előtt, és akkor nyilván pontosan tudja, hogy amit most neki meg. Amit most állít, az nem valós. A másik az, hogy persze, hogyha a Szikár mondatot nézünk, én nem szóltam bele az önébe, azt szeretném kérni, hogy legalább azt engedje meg, hogy elmondjam, hiszen ön 15 másodperc alatt 22-szer mondta el, hogy hazudik a miniszterelnök, aki itt most nincs, helyette én próbálom elmondani, és el is fogom mondani az ön akarat ellenére is, hogy egy ilyen szituációban a miniszterelnök arról beszélt, amit a politika az elmúlt 16 esztendőben végzett, amit önök is csináltak a 14. havi nyugdíjemeléssel, amit mi magunk is csináltunk azzal, hogy elhitettük magunkat, hogy még van pénz, hogyha egy picivel jobban csináljuk. Azt mondta, hogy nem, álljatok meg, innen meg kell állni. Ez egy önbecsapó, ámító magatartás volt, amit csináltunk. Erről beszélt a miniszterelnök. Most ebből kiragadni, még egyszer mondom, egy ablakon meghallgatott családi vitából kiragadni azt, hogy én azt mondom, hogy te beste kölök, hát ez... és utána följelenteni azért, mert a gyermekem ezt a világ bármelyik országába kiragadták volna le, amikor személyes megtámadtatás szívem után szeretnék valamit kérdezni. Miniszterelnök úr azt mondta, hogy 4 évig nem kormányoztunk, és 1,5-2 évig hazudtunk. Nem 16 évről beszélt, azt mondta, 4 évig nem kormányoztunk, és 1,5-2 évig hazudtunk. Egészen pontosan azt mondta a felsővezető, hogy az elmúlt 4 évben nem tudtok egyetlen egy olyan dolgot mondani, amihez érdemben nyújtunk volna. Hát építettünk autópályát önök ellen. Engedjen meg egyetlen egy értelmezési kérdést, engedjen meg az úr, nagyon egyszerű. 3 esélyből lehet választani. Miniszterelnök úr ön szerint azt mondta, hogy a kormány hazudott, bocsásson meg, a kormány a választási kampányban hazudott, avagy úgy általában a politika hazudott az elmúlt 16 évben. E 3 közül melyiket mondta? Nézd, hogyha erről a beszélgetésről, ami itt 7 perce zajlik, ha azt mondom, hogy a Navracsics úr azt mondta, hogy valaki hazudik, akkor ez egyébként a valóságnak megfelel. Igen, az a mondat elhangzott a frakciólésen, amelyet az imént idéztek. Csak hogyha ezt a szövegkörnyezetből kiveszünk, abból a hangulatból, amely arról szól, hogy emberek változtatnunk kell, csinálnunk kell egy új országot, és ehhez a ti támogatásatok kell. Ha elolvasta a frakcióvezető úr a mondat végét is, akkor ott azt látja, hogy ha nem tudjátok ezt velem együtt csinálni, akkor nélkülem. Letekeri a fejemet, a szerkesztő szerint ez csak az elmúlt 1,5 évre vonatkozik? Mindez, amit hát mondott Gyurcsány Ferenc, vagy elmúlt? Egyértelmű, 4 évig nem kormányoztunk, 1,5-2 évig hazudtunk. A hazugsággal az a probléma, és azért mondjuk, hogy Gyurcsány Ferenc a magyar politika nem kívánatos személyisége, mert a demokráciának, az igazmondásnak kell épülnie. Ha bevalljuk azt, hogy hazudunk, ha azt mondja, hogy 1,5-2 évig hazudtunk, mi a garancia, hogy most abba hagyták a hazugságot? De mi alapján tárgyalunk? Nem, bocsánat, egy pillanat rájön meg tényleg. Mi alapján tárgyalunk? Ha az elmúlt 1,5-2 évben az alapján tárgyaltunk, különösen tavaszi osztálygyűlési választásokig, hogy a kormány és annak feje nagyjából igazat mond. Lehet, hogy vannak kommunikációs túlzások, de alapvetően igazat mond. Nem mondott igazat, ő maga vallotta be, alelnök úr, ő maga vallotta be. Tehát nem arról van szó, hogy én vádaskodom, Gyurcsány Ferenc maga vallotta be, hogy hazudtak. 20 másodpercben tovább kell mennünk, parancsoljon. Azt akarom még egyszer nagyon határozottan mondani 20 másodpercben is, hogy tisztelettel kérem, hogy gondolják végig az egész szöveget. Egészen biztosan megvan önöknél, keressék. És rá fognak jönni arra, hogy nem arról szól a történet, hogy az elmúlt 1,5 évben szándékkal megtévesztettük a világot. Arról szól a dolog, hogy nem volt elég bátorságunk ahhoz, hogy változtassunk, és úgy csináltunk, mintha ha sok kis apró lépéssel meg tudnánk változtatni a rendszert. Elhittük mi az is idézet, azt, hogy a jó szándék elég. Az idézet úr most áttételesen megjelenik, az este nézői közül nem sokan akadhatnak, akik még nem ismerik a hangfelvételt, de hát ha Nemes Tamás idézi a májusban elhangzottak egy részét, tessék. A miniszterelnök azt mondta, hogy amit május előtt lehetett, azt megtették. Meg tudták őrizni úgy a titkokat, hogy ne derüljön ki, mire készülnek. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mert mi csináltunk. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó 1,5-2 évet.
teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? A miniszterelnök arra hívta fel a képviselők figyelmét, hogy a gazdasági helyzet miatt nincs sok választása az országnak. Peres Janinak igaza van. Lehet még picikét itt teszatoszáskodni, de nem sokat. Jósan eljött az igazság pillanata. Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége, meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan neked nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljük. Nincsen tovább. Nincsen. A kormányfő arra kérte a szocialistákat, hogy válasszanak, vele vagy nélküle mennek tovább. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Nem akarom tovább csinálni. Vagy megcsináljuk, és van hozzá egy emberetek. Vagy mással kell csinálni. Gyurcsány Ferenc arra is kérte a frakció tagjait, hogy döntsék el, a reformok útjára lépnek, vagy a túlélésre játszanak. Mindenki döntse el magába, hogy 4-500 000 forintért csinálja a dolgot, ami kurva fontos, különösen az embernek már egyébként nincsen más szakmája, csak ezt tudom én. Hogy képes-e az elmúlt 15 év összes történetén fölemelkedni és megkötni új díveket? Vagy azt gondolja, hogy ez is egy olyan 4 év lesz, hogy a francba, túlítjuk az eddigit is, most is túl leszünk. A kormány felismerte, hogy konfliktusokkal is járhat, ha a szocialisták a reformok mellett döntenek. Azt gondolom, hogy lesznek konfliktusok, gyerekek. Igen. Lesznek. Lesznek tüntetések. Lesznek. Lehet tüntet a parlament előtt. Előbb-utóbb megunják. Haza mennek. Csak akkor lehet végigcsinálni, hogyha a lényegben hisztek is, lényegben van egyetértés. Kikerülni a konfliktusokat önmagunk között, megijedni attól, hogy egyébként sértünk érdekviszonyokat, akkor nem szabad elkezdeni. Nem szabad. Gyurcsány Ferenc végül azt mondta, nem játszik majd semmilyen játszmát, és amíg lehet, addig nagy tempóval halad előre. Alelnök urak, nagyon nagy tempóban is fegyelmezetten kiálltak a miniszterelnök mellett, meg az elnök jelölt mellett is, aki egyben a miniszterelnök. Két kérdést engedjen meg gyorsan. Egy. Miért nem hangzott az elmúlt 24 órában az, hogy többet nem fognak hazudni? Kettő, miért nem hangzott el valami arról, hogy amit hazudtak, amit önök szerint hazudtak, vagy a miniszterelnök úr szerint hazudtak, az ami van? Tehát hol van például a költségvetési hiány, amiről egyszer ön is nagy meglepetéssel nyilatkolt a napkeltében, ha jól emlékszem. Hát, a költségvetési hiány abban az egész szociális rendszerben van, amit a Fidesz éppen fönn akar tartani, és amelyet egyébként nem lehet finanszírozni. A költségvetési hiány ott van, ahogy autópályát építettünk, ők csak tervezték. De a költségvetési hiány... Hogy milyen magas ez a költségvetési hiány? A mértékét alacsonyabbra becsültem én magam, és még sokan mások ezt én kérdés, de azt mondom, hogy a pénz az nem eltűnt, a pénz ott van abban a működésben, amit a későbbiekben nem lehet finanszírozni. Azt kell értsék, hogy az a beszélgetés, amit itt most láttak, illetőleg az a bejátszás, amit hallottak, pontosan arról szólt, hogy nem szabad tovább csinálni azt a játszmát, amit a politika 16 évig csinált. Végre előre kell menni, szembenézni, és azt mondani, hogy ebbe az irányba. És mindenkivel föl kell venni, Navracsics úrékkal is a vitát és a versenyt, akik mindent változatlan formában szeretnének megőrizni. Nem megy, nem lehet, változtatni kell. Erről szólt a miniszterelnök állásfoglalása. Erőikus erőfeszítés, amit alelnök úr megmagyarázhatatlan megmagyarázása érdekében tesz. Először a saját miniszterelnöket száfolja meg a szavait hangfelvételről, most pedig én vagyok kénytelen, hiszen ő pontosan tudja, hogy 149 törvényjavaslatot és törvénymódosítást terjesztettünk be, amiből 146-ot kapásból elutasítottak, azóta sem hajlandók semmi érdemi kérdésben elfogadni a mi álláspontunkat, a mi javaslatainkat. Nem képesek a párbeszédre, süketek a párbeszédre, így nem lehet együttműködni. Frakcióvezető, kettő kérdés az, hogy önök ugye azt gondolták, hogy meg lehet, hogy az államfő alkotmányos eszközeivénél fogva valamit csinálni fog. Tett is. Hát tett is, meg nem is. Nem, bocsánat, mi azt tudtuk, hogy alkotmányos eszközeinél fogva ő nem tehet semmit. Mi arra kértük fel, hogy mérlegelje, és ha úgy látja, szólítsa fel Gyurcsány Ferencet és kormányát is a lemondásra, pontosan azért, mert úgy gondoljuk, hogy a demokráciában hazugságok alapján nem lehet kormányozni,
azzal, hogy egy pillanat csak a köztársasági elnök tett egy fontos gesztust, azt mondta, hogy az országgyűlés többségének a joga, hogy a miniszterelnököt jelöli, megválasztja, illetve leváltja. Értelemszerűen önök ezek után a többséghez fordultak. Az így van, az MSZP az is. És azt mondták nekik, hogy? Váltsák le Gyurcsány Ferencet. Nem valószínű. Hát elég szomorú. Hogyan tovább? Hát ön is tudja, hogy egyébként demokráciában, ha egy miniszterelnököt rajta kapnak a hazugságon, arról nem is beszél, hogy ő saját maga még majdhogy nem dicsekszik vele, hát akkor azért az sokan méltatlan. Holnap elmennek a parlamenti vitanapra? Nem valószínű, hogy el fogom menni. Mert? Miről vitatkozunk ezek után? Hát van egy parlamenti vitanap. Honnan tudjuk, hogy amit ott elmondanak, azt éppen nem hazudják-e? Hogy aztán fél év múlva nem mondják el egy frakcióülésen, hogy újabb fél évet hazudtak. Bocsássam, ez egy döntés, vagy még ez nem egy döntés, csak ön gondolja? De ez nem döntés. Tehát eldöntötték, mert ez hírértékű. Eldöntötték, hogy nem mennek el a holnapi igen. parlamenti vitanapra, ahol a rendezésfejlesztési tervről lesz vitanap. Alelnök úr. Ugye ez a probléma, és ez a Fidesz magatartásában az álságos, hogy ha jól emlékszem, akkor a parlamenti vitanap első vagy második részét ők maguk kezdeményezték. A Fidesz kiviszi a parlamentből a vitát az utcára. A Fidesz elnöke a kormány ellen már hetek óta készítve elő ezt az eseményt. A Fidesz az, aki a békétlenséget próbálja kelteni. Lehet békétlenséget csinálni, csak azt szeretném, hogy hova megyünk, hova jutunk, frakcióvezető úr. Mi lesz ebből az országból, hogyha azt jó napot Magyarországot építünk? Mi lesz ebből az országból, hogyha az önök elnökétől nincs egy ember, aki elhatárolódjon és azt mondja, hogy állj meg? Természetesen, bocsásson meg, csak hogy a fülemre is beszélnek, elnézéséken parancsolják. Bocsánat, csak mert itt egy eléggé szenvedélyes kirohanás volt, amely nem felel meg a valóságnak. Először is alelnök úr azt sem tudja, hogy a vitának az első vagy a második részét kezdeményeztük. Igen, jelentem a második részét, igen. Visszavontam a kezdeményezést, ugyanis erről a 100 napról egy vitanapnál sokkal többet elmond ez a másfél nap, amit önök ebben a másfél napban végeztek. Az a szerecsalmosdatás, az a menekülés, hogy Gyurcsány Ferenc inkább 16 év minden mozzanatára tolja a felelősséget, csak hogy ne ő neki kelljen vállalni a felelősséget, hazug Gyurcsány Ferenc saját bevallása alapján. Bocsásson meg, csak a kollégáim azt mondják, hogy a Kossuth térről a Magyar Televízió székház elé vonult a tömeg, perccel ezelőtt betörték a főbejárat ajtaját, időközben megérkeztek a rohamrendőrök, ha jól értem, hogy a kollégáim írnak és mondanak. Az épületből jelenleg nem lehet kimenni az utcára, nem baj, elbeszélgetünk itt reggelig, valóságos ostrom állapot veszi körül a Magyar Televízió épületét, e pillanatban ez a helyzet. Parancsoljon. Erről beszélek, frakcióvezető. Kiengedték a szellemet a palaszból. A békétlenséget, az agressziót előhívták, és most persze nem tudnak vele mit kezdeni. Nagyon nagy problémája az országnak, hogyha az utcán akarják megoldani azt a konfliktust, amit egyébként évek óta a parlamentben kellene. Van felelősségük ebben, és ezt a felelősséget persze most ránk lehet hárítani, de tudnia kell, hogy ehhez önöknek köze van, és a mostani döntés, amely szintén a parlamentből kiviszi a politikát valahova máshova. Valami... Nem mondta azt a frakcióvezető, hogy kiviszik, hát azt mondták, hogy nem mennek el. Ez önmagában azt jelenti, hogy nem vállalják a vitát. Hát, akkor onnantól nem véletlen, hogy ma délután kiadtunk egy közleményt, hogy tudomásunk van róla, hogy provokációk készülnek a tüntetéseken. Ezért mindenkit önmérsékletre kértünk, aki kint van az utcán. Gyurcsány Ferenc provokálja az embereket. Ez a Magyar Szocialista Párt provokálja az embereket. Ezt több helyről jelentették, hogy amikor valahol megjelent Gyurcsány Ferenc, oda megy a tüntetőkhöz, provokálja őket. Az MSZP önmagában is provokálja az embereket, folyamatosan hetszelik az embereket. Mire jó ez? Azt mondja meg nekem, alelnök úr. Mire jó az, hogy amikor egy miniszterelnök bejelenti, hogy másfél-két évig folyamatosan hazudtunk, nem kormányoztunk, nem tettünk semmi érdemlegeset, akkor önök próbálják menteni ezt a helyzetet. Miért hergelik az embereket? Frakcióvezető úr, azzal hergeljük az embereket, hogyha azt próbáljuk nekik elmondani, hogy minden változatlanul maradhat, hogyha én leszek vagy ön. Azzal hergelik az embereket, hogy folyamatosan ellenséget keresnek. Azzal hergelik az embereket, hogyha nem vesznek részt abban, amire ez az ország egészen bizonyosan rászorul. Csinálni egy jó országot. Én nem beszélek félre. Parancsoljon. Próbálj még egy picit tovább lépni, hogy kölcsönösen azt mondják egymásnak, hogy ki hergeri az embereket, a másikuk hergeri az embereket. Frakcióvezető, hogyan tovább? Ezt azért kérdezem, holnap nem mennek el a parlamenti vitanapra. Tehát akkor holnap vagy lesz vitanap, vagy nem lesz, de önök nélkül lesz, igaz? Igen. És hogyan tovább? Rakjuk össze a mozaikokat? Hát, hogy mit tervez? A köztársasági elnök felszólította Gyurcsány Ferencet, hogy kérjen bocsánatot, ugye azért, mert morális válságot okozott,
és nagy menekültében a felelősség elől 16 évet próbált besározni. Igen, jelezvél egyébként a köztársasági elnök úr szövegében az is benne volt, amit felolvasott, hogy tartalmilag számára semmi meglepő nem volt ebben a beszédben. Ő azt mondta, hogy ő ezt már tudta régóta, igen. Nekünk azért megdöbbentő volt az a felvétel. Igen. Meglátjuk, hát amint látható a mostani eseményekből is óráról-órára változik a helyzet, mi természetesen folyamatosan tartjuk egymással a kapcsolatot, meglátjuk, hogy mi a lépések következő. De szombatra, ami e pillanatban még nagyon messzinek tűnik, de tulajdonképpen nincs van messze, hanem kihirdetek egy nagygyűlést. Így van, még július végén. Így van, mi lesz ott? Hát mi abban bízunk, hogy nem küldenek provokátorokat a kormány oldal erői, és egy békés tüntetés lesz a demokrácia mellett. Mutassanak úr, egy embert. Holnap reggel, vagy délután a parlamentben. Egy mondatot mondanom kell. Hát már csak nem feltételezik. Ugye nem feltételezik azt, hogy direkt megvereti magát egy képviselőnk a fideszesekkel, vagy bármelyik második állami szervezettel. Ugye nem gondolják azt, hogy direkt oda megy és a személyes jelenlétével arra hergeli, hogy na, ugyan mondjál már nekem valami durvát. Ugye nem gondolják azt, hogy alapvetően az az érdekünk, hogy ott történjen valami. Nem, frakcióvezető úr. Az a probléma, hogy aki eszköztelen a parlamentben, az viszi ki a politikát az utcára. És ebben azt kell mondanom önöknek, Nem így van. Alelnök úr, önök hogy gondolják, hogyan tovább? Tegyük fel, holnap megrendezzük ezt a vitalapot a parlamentben, Fidesz-KDNP, vagy talán csak a Fidesz, ezt nem tudom még pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a Fidesz nélkül. És aztán? Hát őszintén szóval, én itt hallom és most hallom azt, hogy a Fidesz nem vesz ezen részt. Nyilvánvalóan maga a vitanap ilyen módon nem lesz olyan szintű és olyan, mint amilyenek egy vitanapnak lennie kell, de teljesen természetesen, aki hisz a parlamenti demokráciában és annak erejében az elmegy, le fogjuk bonyolítani a vitanapot, el fogjuk mondani azt, hogy mi mit gondolunk arról, amit a Fidesz kérdésként föltett, és azt reméljük, hogy lesz alkalom, amikor a parlamentben erről vitatkozhatunk. Most az a helyzet, hogy ezt a beszélgetést lassan be kell fejeznünk, lehet, hogy önök egy darabig még nem tudnak kimenni ebből az épületből, de be kell fejeznünk. És egyszerűen nem azért, akik önök, mert önnek megvan a megfelelő rangjuk, tekintélyük a pártjukon belül, de egyszerűen azért, mert itt és most vannak itt jelen. És szeretném, ha mondanának valamit arról, hogy mi lenne egy önök szerint szerencsés kimenetel ebből a történetből. Mert ezt most valószínűleg elég sokan nézik és kíváncsiak rá. Én azt vélem, hogy vissza kell térni a parlamentbe, erőt kell venni magunkon, hogy csináljunk egy sikeres országot, az indulatot az utcáról lehetőleg el kell távolítani. Nem gondolom, hogy ez alkotmányos válságba torkolhat, kell ebbe persze fegyelmező erő mindegyik oldalról, és azt gondolom, hogy az ország érdeke a békesség, valamennyiünk békéje. Az ön megítélése szerint mi a legtöbb, amit az ön pártjára pillanatban tenni tud azért? Azt, hogy minden idegszálával azon van, minden kormányzati intézkedésként készít elő, hogy egy sikeres országot építsünk. Frakcióvezető úr, önnek ugyanaz a kérdés, az a megjegyzéssel, hogy ez természetesen az önök részéről szabad így fogalmazni, hogy ideiglenes intézkedés vagy döntés, hogy holnap nem mennek el a parlamentben, azt jön a holnap után. Azzal kapcsolatban, hogy dönteni kell valamit. Tehát ugyanára ön hogyan válaszol? Nézd, morális válság, nem én mondtam, köztársasági elnök úr mondta, morális válság van ma Magyarországon, amely Gyurcsány Ferenc idézett elő. Az optimális helyzet az lenne, ha Gyurcsány Ferenc távozna a magyar politikából. Ez világos, tegyük fel, hogy ez nem történik meg. Akkor nincs optimális helyzet. Akkor nincs optimális, akkor de van csak pót kevésbé megoldások optimális, vannak, pót megoldás. Akkor már csak pótmegoldások vannak, azon pedig gondolkoznunk kell. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Pillanatban várjanak, majd a kollégáim segítenek önöknek, és jöjjenek máskor is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, köszönöm. Következik a már említett közvéleménykutatás, amelyet Orosz György ismertett. Tessék. A felmérés szerint a megkérdezettek 90%-a hallott arról, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök egy májusi zárt frakcióülésen elmondott beszéde nyilvánosságra került. Az elmúlt egy napban adott miniszterelnöki interjúkat viszont az embereknek alig több mint fele követte figyelemmel. Arra a kérdésre, hogy az országnak kinek a hazugságaival kell szembenéznie, a felnőtt lakosság többsége 54%-a válaszolta azt, hogy a rendszerváltás óta eltelt 16 év egész politikai elitjének hazugságaival kell szembesülni. A megkérdezettek csupán 8%-a gondolja, hogy az elmúlt másfél év hazugságairól van szó, 14%-uk pedig azt, hogy a Megyesi Gyurcsány kormány hazugságairól. A megkérdezettek 7%-a válaszolta azt, hogy az Orbán kormány is érintett.
Arra, hogy a hazugság elismerése után le kell-e mondania a miniszterelnöknek, a válaszadók 47%-a azt mondta, hogy nem kell, mert minden politikus hazudik. A megkérdezettek 43%-a viszont állítja, hogy Gyurcsány Ferencnek le kellene mondania, mert hazudott. A politikai tüntetéseken a miniszterelnök lemondását követelik. A felmérés szerint a megkérdezettek több mint fele úgy gondolja, hogy a tömegmegmozdulásnak nem lehet olyan hatása, hogy Gyurcsány Ferenc lemondjon. És csak valamivel több mint egyharmada gondolja, hogy a tüntetés hatására lemondhat a miniszterelnök. Hogy kinek állhatott érdekében a beszéd kiszivárogtatása? A válaszadók 38%-a nem tudja. Harmada szerint a miniszterelnök belső ellenzéke, 20% szerint a parlamenti ellenzék, és 10% szerint a miniszterelnök érdeke a beszéd nyilvánosságra kerülése. A felmérés további részleteit a Népszabadság holnapi számában olvashatják. Az előbb a kollégáim információ alapján elmondtam, hogy a televízió előtt tüntetnek, hogyha ezzel kapcsolatban van valami újdonság, természetesen meg fogjuk önöknek mondani, de az, hogy ez a műsor még folyik, azért azt jelenti, hogy egyelőre még az épületbe nem jöttek be olyanok, akiket nem hívtunk be ma estére a műsorba. Itt van viszont vendégünk Török Gábor politológus, jó estét kívánok! Önök szoktak ilyen dolgozatokat publikálni arról, hogy a politika vagy a közélet tematizálása, meg a nyilvánosság tematizálása. Ez most sikerült. Azt hiszem, hogy azért vannak olyan pillanatok, amikor a politikai elemzés megáll, és amikor a politikai elemzőnek már nem azt kell mérlegelnie, hogy kinek kedvező, meg kinek kedvezőtlen egy politikai esemény. Egy kicsit úgy érzem, hogy mintha most már a határán lennénk ennek, ezt csak mint egy felvezetőként gondoltam elmondani. Kinek jó az, ami most történik? Na most pont ez volt az előző mondatomban, hogy talán egy ilyen típusú elemzésnek ebben a pillanatban nem sok értelme van, de azért, ha mégis nagyon átgondoljuk, akkor azt hiszem, hogy talán senkinek sem jó. Itt az előző beszélgetés hallgatva világos volt, hogy ugye egyértelműen a szocialista párt egy nagyon nehéz helyzetben van, amikor ezeket a mondatokat magyaráznia kell, de az is világossá vált, hogy a parlament legnagyobb ellenzéki pártja sincs nagyon könnyű helyzetben. Gondolja meg, egyrészt ott vannak a tüntetők, az utcán lévők, akik radikálisabb megoldások felé lőknék a Fideszt, másrészt ott van az a rengeteg jobboldali mérsékelt polgár, akik meg azt szeretnék, hogy ennek valami békés, nyugodt, polgári megoldása legyen. És az, hogy a Fidesz mit lép egy ilyen ügyben, az eldöntheti például azt, hogy mi lesz az ő választóival, hogyan fognak ehhez viszonyulni. Egyáltalán nem azt láttam Navracsics Tiboron például, hogy olyan nagyon könnyű helyzetben lenne a Fidesz ebben a pillanatban. Nem véletlen egyébként, hogy vasárnap rögtön nem is reagált erre az ügyre a legnagyobb ellenzéki párt. Óriási a felelősségük. Egy kisebb ellenzéki párt rögtön mondhatja, hogy mondjon le a kormányfő, és ez meg ez történjen, ilyen kezdeményezéseket nyújt be, vagy egy parlamenten kívüli párt az utcára hívhatja a tömegeket. De egy legnagyobb ellenzéki párt ezt nem teheti meg. Hát csak azért is nagyon nagy a felelősség, mert szombatra tényleg történetesen 5 nap múlva nagy gyűlési hirdettek. Így van, és én abszolút ezt látom a Fidesz vezetőjén is, hogy ugye lemondani ezt a nagy gyűlést nem lehet, de tisztában vannak azzal, hogy milyenek a kockázatok. Én tényleg azt gondolom, hogy ez egy drámai helyzet ebben az értelemben, hogy milyen döntés, milyen lépést hoz a Fidesz vezérkara. Természetesen ez ugyanaz igaz a másik oldalra, hiszen ugye azért a szellemet a palackból mégiscsak a másik oldal szabadította ki, már abban az értelemben, hogy megtörtént valami. Így van, hogy megtörtént valami. Tehát természetesen az ő felelősségük is, hogy hogyan nyilatkoznak, hogy vajon mennyire provokálják ezekkel a nyilatkozatokkal az utcán lévőket, illetve azokat, akik itt 43%-nyian ebben a felmérésben azt mondják, hogy Gyurcsány Ferencnek le kell mondania. És megint itt van az előző különbség. Tehát azt mindannyian jól tudjuk, akik elemzéssel foglalkozunk, hogy a szocialista párt számára haszon maximalizáció alapján nagyon jó lenne, ha történne valami provokáció. De ilyenkor egy politikus nem gondolkodhat ilyen fejjel, azért gondolom ebben megállapodhatunk. Tehát van egy pont... De abban is, hogy provokáció nem csak azért történhet, mert egy politikus kitalálja. Világos. Csak független is történhet. Csak vannak olyan politikai események, amelyek valaki számára kedvezőek lennének, de egy demokratikus keretet átlépnek. Egy ilyet legfeljebb reménykedni lehet benne, de ezért tenni azt hiszem, az teljesen antidemokratikus lépés lenne. Ezért, ha most azt mondom önnek, vagy azt kérdezem öntől, az nyilván nagyon nehéz egy választásokról, ilyen értelme most nincs értelme beszélni ma, itt és most ma este gondolom. Már az önkormányzati választásokról? Már az önkormányzati választásokról. Hát az önkormányzati választások 2 hét múlva jönnek. Hát igen, de itt ugye arról van szó, hogy az összes fölmérés szerint a Fidesz elég jelentős. Már hogyha összesítjük valamit és egyszerűsítjük, akkor a Fidesznek elég jelentős az előnye, igaz? Uh-huh. Na most, ha nagyon nagyot kell nyerniük ahhoz, hogy ne mondják utána azt nekik,
hogy hát nem nyertetek olyan nagyot, pedig volt ez a Gyurcsány történet. Így van, már pedig nem is olyan régen beszélgettünk itt arról, hogy olyan nagyot nem fognak nyerni. Hát mert az szinte elképzelhetetlen. De azt nem tudjuk. Nem tudjuk, természetesen nem tudjuk. De hogy egy olyan elsöprő győzelem legyen, ami nem csak a pártlistákra, hanem a polgármesteri helyekre is kiterjed, én azt meglehetősen nehezen elképzelhető dolognak tartom ebben a pillanatban. Hát meglátjuk. Nagyon köszönöm, hogy eljött. Jön el máskor is. Nagyon köszönjük a figyelmet azzal, hogy tudatában vagyunk azzal, hogy néhány súlyos mondatot mondtunk arról, hogy mi zajlik a Magyar Televízió előtt. Nagyon remélem, hogy a kollégáim, a híradósok tájékoztatni fogják önöket arról, hogy zajlik, vagy zajlott valami, de most már rendben vagyunk. Vigyázzanak magukra. Köszönjük szépen, jó éjszakát!